Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet. Hát most nem akarom fokozni, de fiúk, kitaláljátok, hogy a legnagyobb szeretettel a Csengét, orosz Csenget művésznőt üdvözlöm. Most már jogos az, hogy művésznő. Végzett színművészek vagytok, ugye a diplomában is az van, hogy színművész, ugye? Igen. Színművész. Okleveles színművész. De az, hogy művész, az ott van, igen. Igen. De hát azért hívhatom az oklevelet, úgyhogy diploma nem, mert végül is diplomás színészek vagytok. Az András már kötekszik, de nem őszok ezt bemutatni. Bánföldi Szilárdot, aki ilyen sokkal kedvesebben és türelmesebben. Nem véletlen, hogy ő kapta Jézus szerepét, látod, úgyhogy te még majd pedálozhatsz ezért. És Kazári András ott ül, keresi a helyét, amióta csak beültünk. Most ez már jó pozíció. Én nekem ez András, így tökéletesen. Visszaigazolták, hogy szép is vagy, jó is vagy. Ti már nagyon régen ismeritek egymást, és hát amit kevesen mondhatnak el így egy-egy színházban, ez egy fantasztikusan érdekes dolog, hogy ti mind a hárman egy évfolyamon jártatok Kaposvárra, színművészeti egyetemre, Deperjes Károly volt az osztályfőnökötök, ugye? De hát több más jeles művész is oktatott benneteket, például a Spindler Béla, a többit ti mondjátok, mert nem akarom az összes nevet én lelőni. Spindler Béla, Huber Frank Pál volt, és Kéri Kitti volt. Kéri Kitti volt, tehát érdemes főleg ők azok, akik ezt. És mikor kezdtétek? 2014. Igen. És előtte ki mit csinált? Tehát rögtön a középiskolából jöttetek, nem? Szerintem egyikünk sem. Sem. Na mi volt előtte? Csenge, kezdje, jó? Húha, hát én ugye Debrecenben az Ady Endre gimnáziumban jártam, ez már alapvetően egy ilyen drámás képzés volt, valahogy ott jött az egész ötlet, hogy én szeretnék színésznő lenni, de ez nem azonnal adatott meg. Akkor azt gondoltam, hogy ez kudarc, vagy sok kérdőjel van még egy 18 éves fiatal egyéniségben. Bocsánat, hogyha a harmadik gimiben azt mondja valaki, hogy egy jeles fővárosi színháznak leszel a jeles művésznője főszerepekkel, akkor hát akkor nevetek. Igen? Persze, titkom mindenki erre vágyik, de hát az még akkor annyira beláthatatlan történet volt. Akkor még csak a felvételi, mint olyan, az lebegett a szemem előtt, és ez nem úgy alakult, hogy azonnal adta magát. És én azt emelném ki azt az évemet, amit a Debreceni Csokonai Színházban töltöttem, az közvetlen az Eperjessel való találkozás előtt volt. És azért nagyon meghatározó. Vagy pedig más valamiként, mert azért az ember a színházban elég sok minden. A színpadon kaphattam helyet, igen. Hát végül is majdnem minden bemutatóban jelen voltam. Természetesen inkább kisebb figurákat alakítottam. Mondjál egy-két kedvencet. A régi módi történetben egy szobalány voltam, akinek egy egészen humoros jelenete volt ott, és kicsit megkavarta a szálakat. Anett. Ez volt a figura neve. Az egy debreceni történet, ugye a Szabó Igen. És ott ismerhettem meg a Kubik Annát, ami nekem egy nagyon meghatározó találkozás volt az életemben. És mondjuk még a Anka Bredu által rendezett Antigone is egy olyan pont volt, ami elindított abba, hogy merjek hinni magamba, vagy... Ott melyik szerepet játszottam? Ott a Karban voltam jelen, az egy... Hát hárman voltunk lányok, egy ilyen kiemelt női figurák, inkább ilyen gondolatokat képviseltünk, vagy érzelmeket. Ez az igazi optimizmus egyébként, hogy a Karban volt, és azt mondja, hogy na most már akkor sinem vagyok. Szóval ez így ilyen. A közös munka az, ahogyan kezel engem egy külföldi rendező, amennyire komolyan vesz, és feladatot ad, még akkor is, hogyha nem én vagyok se Iszméné, se Antigoné. És én azt gondolom, hogy múlt rajtam is. Uh-huh. Ő neki melyik az anyaszínháza egyébként? Húha, hát ő Romániában. Szabadúszó. De én is úgy gondolom, hogy szabadúszó. És visszatérő ott Debrecenbe. Na, ez az én történetem, és ekkor mertem hinni magamba, és így kerültem szerintem be az osztályába az Eperjesnek. Akkor következzék a Szilárd, jó? Mert itt nagyon elgondolkodtam. Igen, hogy hova menjek vissza, milyen messzire menjek vissza, de én... Óvodát azt szerintem... Azt hagyjuk. De nem sokkal később egyébként általános iskolába jött nekem ez a színházasdi, színészesdi. Akkor még ilyen nagyon pici, igazából csak keresgéltem így a dolgokat, mert engem behívott az én édes történelem tanárom Nelly néni egy színjátszó körbe. És én csak ezt attól tettem függővé, hogy ott van-e a legjobb barátom, vagy sincs. És ott volt, és akkor így mentem. És akkor tulajdonképpen én vitt onnantól kezdve egészen az egyetemi... De ez általános iskolában volt? Ez az általános iskolában, így van. És milyen szerepeket játszottál? Ez egy diák színjátszó kör volt tulajdonképpen. Nem volt a konkrét
tudom, ilyen nem dráma. Ilyen szavaló, kórusos dolgok voltak. Persze, igen. Meg ilyen diákszínjátszó versenyek voltak. Saját magunk hoztunk létre előadásokat, ez volt a lényeg ennek. Na most ne zavarjon meg benneteket, hogyha ne így egyben mondok szavakat, mert mostanában én szeretem, hogy például most a főleget és a többnyírét akartam, és főnyírel majdnem azt mondtam, hogy itt a Szilárdnak, akkor szóljatok nyugodtan, hogy most nem értitek, amit mondok, és akkor megpróbál majd lefordítani. No, akkor András jön, Kazári András. Én is viszonylag fiatalon, én általános iskola. Viszonylag fiatalon, és milyen? Hát az általános iskola negyedik osztályába. Celdömökön azóta is ott van Soltis Lajos Színház, amit gyakorlatilag most már jó ideje, majdnem az egyetlen alternatív, állandó repertoárra rendelkező független közösség, műhely, és én oda bekerültem, és gyakorlatilag az egyetemig én ott aktívan játszottam. És érettség után felköltöztem, és akkor itt is játszottam, független társulatoknál, Tatabányán. Most az avantgárd, ugye játszol avantgárdot is, meg ilyen új felfogású dolgokat, és ugye azért az új színház egy teljesen hagyományos színház. Hát így egyenlő, tehát pont ez a jó lenne, igen. Hát diplomatának is jó vagy. Na, akkor menjünk vissza egyelőre még a főiskolára, jó? Hogy odajöttetek, az egy siker, ugye? Mert azért kevés embernek sikerül. Igen. Nekünk is többszöri próbálkozás után jött össze. Igen? Neked is? Igen. Neki is? Igen? Na jó, akkor többszöri próbálkozás után már szinte érett felnőtt emberként, vagy már legalábbis már igen, mi szinte pont az idősebb emberként. Igen, nekünk érdekes, hogy egy ilyen 20-21 fős osztályunk lett, ami elég nagy, önnek számít, azt gondolom, és nagyon megoszlott az, hogy ki az, aki 18 évesen a gimnáziumból érkezett, és ki az, aki pedig már volt valami múltja, vagy valami tapasztalata, több egyszerre felvételizett. Szóval talán így egy ilyen fele-fele arányba volt, egy ilyen idősebb, meg egy fiatalabb réteg az osztályon belül. Ezt a tapasztalatot, ezt tudtátok hasznosítani? Tehát érettebb színészként jöttetek ki? Mint gondolom, a többiek? Azt gondolom, azért úgy eléggé összeért. Biztos, hogy mindannyiunknak más, De én nem éreztem a végére már, hogy ez ilyen nagyon nagy szakadék. Nem, szakadék nem volt semmiképpen, persze. Igazából, ahogy bekerülünk, tehát addig az a célja az embernek, hogy bekerüljön az egyetemre, és szerintem utána az 5 év meg masszívan arra megy valahol el, meg tudja magát mutatni, meg hogy hol lesz majd, ahol tudja folytatni. Tehát a következő lépcsőfok az megint megvan, mert ez hatalmas dolog tényleg, hogy egy fővárosi társulatnak a tagjai lehetünk. Én azt vártam, hogy azt mondod, hogy a következő 5 év az arra megy, hogy mindent megtanulja, amit lehet, vagy ez amellett van? Persze. Ez amellett, igen. Sőt, szerintem az első 3 évben nagyon nem is gondolkozunk azon, hogy mi lesz majd 5 év után, hol fogunk kikötni. Én nem tudom, én ott a jelenben próbáltam élni, és lehető leginkább kiteljesedni abban, amit csináltunk, és a lehető legtöbbet tanulni. Na most, ha szabad, egyébként tényleg ez jellemzi, tehát hogy neki ez ilyen életfilozófiája, hogy ő így a jelennel törődik. Én megmondom őszintén, elsőben azt éreztem, hogy jaj, nagyon jó, nagyon sok mindent tanultunk, akkor munkát ide. Igen. És akkor te nekem utána más lett is a Veszprémi Színházban. De nem én alakítottam magamnak, hanem csak az érzés jött meg, hogy most az annyira intenzív első évünk volt, hogy én haza se jártam. Meg hogy dolgoztál előtte, az annyit számít, hogy igen, már valahol játszott előtte, és egyszerűen megvan benned az igény, hogy nem tudom hány évig játszottál, és egyszer csak visszakerülsz úgymond az iskolapadba. És nagyon jó, mert nagyon jó, csak hiányzik is közben, meg igen. Igen. Én például jártam 2 évig előtte Szegeden egy OK és színész képzésre, és én... Ez ilyen, ami, hogy színész 2, meg színész 3, meg ilyenek? Vagy igen, színész 2. OK és képzést. És én tulajdonképpen az iskolapadból jövök, mert én azelőtt dolgoztam, mielőtt oda mentem volna Szegedre, és én tényleg a 3.-4. év végéig tulajdonképpen én csak azzal foglalkoztam, ami ott van. És néha voltak ilyen kilátástalan szituációk is, meg helyzetek, amikor úgy éreztem, hogy hát az összes többi osztálytársamnak megvan már lassan a gyakorlati helye, hogy hol fogja az 5. évet tölteni egyedül, nekem meg még 1-2 embernek nem volt meg, és hogy ezt jól csinálom-e, vagy csinálom, vagy ezt most már muszáj önmenedzselni magunkat, mert különben ki fog csúszni a dolog a kezünk közül. De hát nagy szerencsére ez összejött, és
A szerencse az nagyon fontos faktor, azt gondolom, a mi életünkben. Szóval az egyik közös, akkor ezt még egyszer elmondom, ugye, hogy együtt végeztetek a főiskolán Kaposvárot, és hogy együtt szerződtettek titeket az Új Színházhoz. Úgy beszél rólatok a főnökség, a Dörner György, meg a többiek, hogy egy ilyen nagyszerű csapatot sikerült igazolni, leigazolni, úgyhogy én csak így csodálkoztam, hogy micsoda nagy respektetek van. Térjünk vissza egy kicsit a főiskolára, jó? Számomra az Eperjes Károly, ugye alias Szamóca, de gondolom ti nem Szamócának hívtátok őt, ugye? Nem, ugye? Hogy hívtátok? Tanár úr. Ő magázott benneteket? Igen. És akkor ti is magáztatok, igen, az nyilvánvaló, tehát nem. És a végén összetegeződtetek, vagy nem? Nem. Tehát itt továbbra is, igen. Tanár úr. Ő egy nagyon érdekes pasas, és most ezt nem ragozom, csak az érdekes benne, hogy tud nagyon nyitott lenni, és nagyon zárt. Na most ez így van. Nálatok ez így vegyesen volt, vagy pedig az egyik típusa volt meg a viselkedésének? Szerintem ez vegyesen. Ez nagyon vegyes volt. Nagyon vegyes volt, igen. És az, hogy kit szeret, meg kit nem, ezt észre lehetett venni, vagy nem? Volt olyan, persze. De egy színházi társulatban is van ilyen, tehát hogy ez hozzá kell szokni. Meg mindig munkáról munkára is megváltoztak ezek a dolgok. Azt gondolom, hogy ő nem hagyja, hogy kiismerjék, és ez nem csak a magánéletben, vagy a szakmai életben, hanem akár a tanításában is jelen van, vagy én mondjátok az ellenkezőjét, de én azt gondolom, hogy... De ezt hogy lehet, hogy 5 évig tanít benneteket, és akkor nem hagyja, hogy kiismerjék? De ez nem attól függ, hanem hogy mikor milyen kedvében van, vagy mikor mennyire akar nyitott lenni, vagy kevésbé. De azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanultunk, rengeteg, és nagyon hálásak lehetünk azért, hogy elindított minket. Na akkor a csengéről beszéljünk egy mondatot, hogy egy ilyen csinos, aranyos, különleges hangú lány ott jár veletek a suliba, szóval hogy ő mennyire volt népszerű, mint ilyen női személyiség. Már le vagyunk róla tiltva, hogy erre válaszoljuk. Ami Kaposváron történt, az ott is marad. Persze. Hát volt udvarlója a csengének bőven. Nem gondolom, hogy nagyobb szívvitorló lettem volna, mint bármelyik más osztálytársnőm. Nagyon izgalmas lányok jártak az osztályunkban. De ez nagyon érdekes, hogy úgy tudunk beszélgetni, látod, hogy végül is beszélgetünk, de nem mond semmit. Azt mondja, én azt honnan tudjam, hogy a bármelyik más osztálytársnő milyen volt. Tehát, tudjátok, de nekem kéne megértenem, mert ők tudják, érted? Tehát ilyen, lehet ilyen címszavakat, meg félszavakat mondani, tudod, és akkor jókat nevettek rajta. Tehát jó lenne, hogyha egy kicsit... Azt gondolom, hogy a szakmaiság, vagy a szakmai fejlődésem volt a hangsúly, vagy én arra próbáltam fektetni a hangsúlyt az egyetemen, pont azért, mert mivel nem először ripróbálkozásra sikerült. Így amikor én megérkeztem, akkor azt éreztem, hogy most ez csak a fejlődésről kell, hogy szóljon. Tehát nem az izgalmasabbnál izgalmasabb sztorik halmozásáról, hanem elsősorban arról, hogy szakmailag fejlődjünk. Kollégiumban laktatok ott egyébként, Kapos? Azért az egy különös dolog. Én végig albérletben. Igen, végig albérletben, és ti ketten kollégiumban? Igen, bizony. És ez egy vegyes kollégium volt, mert nagyon régen még úgy volt, hogy külön voltak a fiúk, lányok. Én is egyetemen 2 évi kollégiumban voltam, egy édesapám beteg lett, és akkor bementem. Az egy nagyon jó élet egyébként tud lenni, hogy hogy minden művészeti szak, tehát ez a művészeti karnak volt a kollégium, a szobrászok, a festők, mindenki így egy kupacban. Fotósok. Volt egy évfolyam társam, aki azt csinálta, hogy nem tudom, este 7-kor azt mondja, hát elmegyek moziba valakivel, és akkor addig kopogtatta a lányok ajtaját, amíg ez csak valaki elment, szóval ilyen érdekes felfogása volt. Te voltál ilyen kopogtatós? Hát én remélem, hál' Isten kopogtatnom nem kellett, volt. Ja, hogy nálad kopogtatta. Ja, Csenge, mentél arra az András felé, és akkor ilyen sorokban álltak a nők, hogy akkor szeretnének hozzá bejutni egy kis... Igen, amúgy mentünk együtt moziba, úgyhogy végül is. Igen. És te az alvérletedben? Hát igen, én mikor bekerültem az egyetemre, én akkor ismerkedtem össze a jelenlegi mennyasszonyommal. És nagy szerencsémre és azóta mennyasszonyod? Tehát azóta együtt vagytok? Úgy értem, azóta együtt vagytok, igen. 2 éve kértem meg a kezét, másfél éve kértem meg a kezét, és hát igazából ott éltünk együtt 3 évig, utána ő fölkerült Pestre, és én maradtam alvérletbe. Ő most a színművészetén van itt az egyetemen, a Vas utcában, a dráma instruktor szakon. Színházi neveléssel foglalkozik. Éppen nemrég volt egy ilyen dráma instruktor szakos vendégem,
Hát nem tudom, hogy kitalálnátok-e, hogy a Kokas Piroska, tudjátok, két színésznek a gyermek, a Kokas Laci barátomnak, meg a Halász Arankának, és hogy ő ilyen drámai instruktor szakot végzett. Uh-huh. Kreativitása ad lehetőséget szerintem. Igen. És ő neki a színpad az nem hiányzik, tehát hogy ő is színpadra lépjen, mert azért ilyenkor mindig van azért mögötte egy olyan fiókba eltéve valami eset. Persze, de ő ezt tudja rendezni magában. Ő is vele egyébként még annak idején Szegeden ismerkedtem meg, és ő is a színi tanodába járt. Ő belőle, te ő is színésznek készült, de aztán változtak a dolgok, és elment egy ilyen irányban. És ő ebben megtalálja magát, és ki fog tudni teljesedni benne. És ahhoz mit szólt, mert hát arra azért büszke lenne az ember, hogy ugye a Csíksomjai Pasióban most te lettél a Jézus, és akkor úgy megy és mondja, hogy hát az én férjem a Jézus. Hát igen. Mármint poénkodnál is lehet ezzel, de hát azért csak egy nagyon fontos hát nem, szerep. Nem poénkodik vele szerintem, de tehát őszintén örül neki. Persze, hogy ne. Igen. Napi mennyi tanulást bírtatok ki sajtolni magatokból? Hát ez konkrétan sajtolás, mert ez reggel elkezdődött, és éjjel után végeztünk. Igen, én nem értem ezt, minden főiskolás mondja, szóval nem értem, mert azért ezt egy hétig végig, tehát hogyha valakit csak egy hétig végig csináltatom, hogy tényleg reggel től estig, ez valami eszméletlen. Olyan a felvételi végül is. Igen, van egy ilyen 4-5 napos verzió, mini verziója az egyetemnek, ahol a képesség felmérésén túl azt is felmérik, hogy idegrendszerileg mennyire képes helytállni ebben. Állóképességben. Hát ebben van egy pedagógiai szándék is, hogy ez a rendszer így kialakult. Tehát, hogy bírjuk majd a strapát folyamatosan kint is. Na most itt az új színház üdvöskéiként, ifjú, leigazolt játékosaiként a szószoros és átvitt értelmében vagytok itt. Emlékeztek-e arra, hogy amikor annó általános iskolában nagyon régen te, amikor először fogalmad volt arról, hogy színész, akkor ki volt nektek a színész, tehát ki volt az, aki ilyen? És hogy mit gondoltatok az ő életükről? Ki kezdi? Közé. András, mindenki rád néz, úgyhogy várjuk. Mindenki rád néz. Nekem nagyon vicces olyan szempontból, mert az első asszínész, nekem pont az Almás is, a Sanya volt, a Sándor, mert én a Csini, gyerekként láttam a Csini Baba című Tímár Péter filmet, és én akkor még azt gondoltam, hogy amikor újra leadják a tévébe, azt újra fel is veszik. Ezért én nekiálltam tanulni a szövegeket, meg a dalokat, hogy majd én is egyszer szerepelek benne, és nekem ott a Sanya volt a példakép. És ez egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy az első nap az újszínházba beültettek mellé az öltözőbe, és nekem is ott esett le, Jézusom, te vagy az. Nekem ő volt. Mert ugye ő az új színház egyik új színház sztárja, tagja, igen. Egyik régi sztárja, igen. Te pedig egy új. Ide kerültem, akkor a Vargádinak vettem át a szerepeit, a Sári Bíróba akkor még Gügye voltam, a Vörös Bestiába vagyok Boly, na, Királylány Bajuszában én voltam Prücsök, vagy vagyok Prücsök, ezek még mennek, ezek az előadások. Egy kicsit beleszólok, mert azért nagyon érdekes, hogy a Csíksomjai Pasióból itt a két oldalon, ugye a Jézus meg az ördög. De az ördög az ott nem olyan, hogy az egy komoly szerep az én ördög. Én ezt nagyon szeretem, igen. Több ördög van, te neked is ez a patás cipő? Nekem van az egyik legnagyobb, mert igen félre szervezték a cipővásárlást, és ezért megkaptam a Luciferhez méltó óriás sarkakat, igen. Hát így néptáncolni az egy külön feladat volt megtanulni, vagy hát nagyjából néptáncolni. Tehát te imádod az ördög szerepet. Én ezt nagyon, hát ez egy nagyon hálás szerep. Szívem az emberbestére! Helyes a tanácsod, igazán megvallom! Hát te fiam, Drúmó! Mit mondasz, hatalom? Tanítom az embert én az ónöntésre, babonaságokra, és a kárgya legésre! Én sok különféle hamis csirkosságot. Támasztak ember közt rágalmazás. Én azt javallom, hogy amit az ő szemük meglát, ott ne hagyja az ő kezük. Én a torkossággal és részegséggel hízlalám az embert, hogy jó kövérséggel jöhessen pokolba, megrakadott testtel. Ti is jól lakadtok, bőrös pecsenyére! Ki mondhatja el magáról, Csenge, hogy egyszerre ült mellette egy ördög, meg a Jézus Krisztus, szóval... Most már én elmondom. Na, akkor kérdezhetjük Jézust, ez egy ritka dolog. Hogy történt az, hogy akkor most te hát ez szállsz? Úgy alakult, hogy... Mert ez már régebben megvan, ugye ez a darab, tehát... Igen, tavaly mutattuk be. Igen. Áprilisban. És én is szerepátvétellel kerültem ide az új színházban első ízben,
És a Nagy Viktor valamilyen, nem, küldtem neki, azt hiszem, valahogy hozzájutott egy videóanyag rólam. Szerintem onnan szemezgethetett, illetve hát megnézte azokat az előadásokat, amiben ugye átvettem a szerepeket. Minden esetre odajött hozzám, és megkért, hogy tanuljak meg egy dalt. Ez a Jézus éneke volt a legutolsó verzióban, mert minthogy amikor keresztre van feszítve. És akkor ennek fényében tesszük majd a dolgunkat tovább, hogyha én azt úgy eléneklem, ahogy azt gondolta, akkor megkapom a szerepet. És akkor elénekeltem neki, és akkor ez ment utána a saját kerékvágása szerint tovább. Hogy akkor végül tetszettem neki, és felkért erre a nemes feladatra, hogy formáljam meg Jézust. Ez egy ilyen misztikus szerep azért, akárhogy is veszem. Szóval, hogy rád ez a történet, ez hogy hatott, amikor, tehát tudod, megkaptad, jó, megkapom Jézus, bemegyek, megcsinálom rendesen. Tehát, hogy ez a bemegyek, megcsinálom, le tudom rendesen, ez hogy alakult? Ez itt nem játszik. Tehát, hogy ez itt ennél sokkal mélyebbről kell megközelíteni a dolgot. Nem is egy szerepként kell ehhez hozzá nyúlni. Én legalábbis úgy igyekeztem, hogy hát ez egy küldetés, és ez egy feladat, amivel én meg lettem bízva, és én ezt... Te egyébként vallásos vagy? Igen, abszolút. Tehát te hívő keresztény ember vagy, tehát neked a Jézus Istenben, az a... Abszolút, igen. És abban, tehát hogy ez az egész, ez a feladat, meg ez a munka folyamat, a próba folyamat, meg is erősítette Istennel való kapcsolatomat, és ez elengedhetetlen ehhez a szerephez. Hogy ne ápoljak valami közösséget a jó Istennel, valami kapcsolatot. Igyekszem ugyanolyan szeretettel hozzáfordulni az embertársaim felé, ahogy ezt a Jézus is tette annak idején. Hát nyilván nem abban a minőségében, de hogy tulajdonképpen a kiinduló pont az a szeretet. És igazából, hát ha a vizenjárás nem is számítjuk, de én igyekszem úgy, tehát a magánéletemben is igyekszem úgy élni, úgy létezni, ahogy azt... Tisztán, így van, pontosan. És most nem azt kell képzelni, hogy én hirdetem az igét magánéletemben, abszolút nem. Csak valahogy ezt a jézusi öntudatot nekem ahhoz, hogy én hiteles legyek a színpadon, ahhoz nekem belül is kell dolgozzam. A saját belsőmön, az önismeretemen. Kedves tanítványaim! Eljött már az óra a Gecsemáni kertbe vélem imádságra. Állítatos szívvel most imádkozzatok, hogy gonosz kísértet ne szálljon reátok. Közel már az óra, melyet régtől vártam. Hogy az én népemért véremet kiontsa. Én, édes mesterem, ha elhagysz bennünket, nagy szomorúságba viszed lelkünket. Nem lészem, mint mondod, hogy te meghalj, uram. Nagyon nékem itten egy rostás pallosan. Valaki ellene tálad? Levágó! Felfedjük a mi privát kapcsolatunkat, jó van, Csenge, hogy mi a Facebookon mi barátok vagyunk, és mindig irikedett, de nem magam miatt, hanem a fiam miatt, hogy a fiam miért nem talál egy ilyen nőt, mint a Csenge. Hírtad arról, hogy itt van, ott van, és hogy a barátjával van, és végre hétvége. Van, megvan a barátod, ugye? Persze. Na jó, azt áruld el nekem, mert ezt a Facebookon nem merem el... Igen. Dadogok is, na szóval nem merem elsütni a Facebookon, nem merem megkérdezni, hogy ki ez a szerencsés nyertes? A szerencsés nyertes az Új Színház egyik színpadmestere. Itt ismerkedtünk meg az Új Színházba. Igazából egy éven keresztül csak nagyon helyesnek tartottuk egymást, de különösebben szia-szián kívül nem mertünk többet mondani. Aztán egy gyors fordulattal egy randevúra elhívott, amire elmentem, és azóta egyértelmű minden. És én kívánom magunknak, hogy ez így maradjon.
És ne haragudj, hogy a fiatal, nem ismerjük hát egymást. Nem, nem, én nem azt mondtam, bocsáss meg, azért a fiam védő ügyvéd egyébként, és azért mondom, hogy a fiam védő ügyvédjeként hagyd mondjam el, hogy azt mondtam, hogy egy ilyen csajt, mert nagyon érdekesek az ilyen, hogy olyan protokollányok, akik nem tudom, mindenféle jó szépet elvárnak, de aztán utána meg maga az, hogy a kapcsolatban tovább lépjenek, meg gyerek, meg egyebek, ezt Jézusként ezt tudnod kell, hogy persze. Az akkor elmarad. Hát András, rád került a sor ilyen kapcsolat. Na hát én most megölöm a hangulatot, én egy 2 hete szakítottam, úgyhogy egyedül el. Ta-ta-ta-ta. Úgyhogy most egyedül. Hát egyben ezt akkor hirdetésnek is felfoghatjuk. Igen. Hívjatok. Csenge, ő is benne van a Csíksomlyói Passióban, ezt elfelejtettek. Az egyik kedvenc nevem a Veronika, tehát, hogy te vagy ott a Veronika. Azért ez, hogy Veronika ott a Jézus körül, azt azért nem tudjuk, mert én a Mária Magdolát azt egy kicsit jobban tudjuk, de a Veronika az kicsoda? No, hát a Veronikáról azt kell tudni, hogy igazából megjelenik a Veronika név a Bibliában, de ennek inkább egy ilyen történelmi vagy tudományosabb magyarázata van, hogyha kutakodunk Veronika figurája után. Van a Veronika kendője, ami... Történet szerint Jézus arcát törli benne, és benne marad a lenyomat. Ami megegyezik a lenyomat a torinói lepelen lévő Jézus ábrázattal, és igazából erre utal az én figurám. Van egy nagyon szép pillanatunk a Szilárddal, ami azt gondolom, hogy egy különleges kis ajándék, hogy ezt együtt csinálhatjuk. Az egy nagyon drámai pillanat, hogy az ő golgotai szenvedéseiben megáll hirtelen az idő, és egy nagyon szép dallammal én ott letörlöm az arcát. És azt szoktuk emlegetni, hogy ez azért is különleges, mert az egy olyan pont mind a kettőnknek az előadásban, az a találkozás, amiben nem csak az előadás drámája és mélysége sűrűsödik, hanem azt gondolom az elmúlt 5 éves egyetemi kapcsolódásunk, vagy tehát az a privát... De jó nektek! Én ezt érzem, ezt érzem ebben a pillanatban, Én meg ezt megfordítva akartam megkérdezni, hogy tulajdonképpen az összes hülyéskedés, az összes diáktréfa, az összes felháborodás, hogy most akkor megint még este 10-kor is kell gyakorolni, meg tanulni, meg a fene egye, meg az egészet. Tehát ez minden benne van a ti közös életetekben, és hogy akkor, amikor te odamész és letörlöd a Jézus arcát Veronikaként, akkor ezek a dolgok, ezek teljesen... Én azt döntöttem el, hogy abban a pillanatban, amikor ez a közös részünk lesz, akkor én támaszt szeretnék adni annak a kollégának, akivel, tehát hogy ez egy olyan pont legyen neki, ahonnan új lendületet vehet, vagy valami olyan biztosítás, egy olyan készfogás, vagy amit tudunk egymásnak egy vizsga előtt adni, vagy én bízom benned, vagy valami olyat adni abban a pillanatban. De ez egy különleges dolog azért egyébként, hogy lenyomjátok együtt, tehát kívülről belülről ismeritek egymást, tehát tökéletesen, hogy ki mit gondol, meg hogy ki milyen, meg, tehát hogy így együtt vagytok a színpadon. Embernek váltsága, gyere hozzám hamar! Atyám kívánsága!
Örömest felveszlek bányat vállaimra. Ne sanyarok, Janni! Vigyem a keresztvány! Mi van, nem bírja a lábát, hiszen azt mondod, az oroszlán vagy! Nyomjuk fejébe jobban a koronát, hogy a szél nehogy elfújja annak szét rubincsát! Az Eperjes mellett ugye még remek tanáraitok voltak, azért egy-egy mondatot mondjatok róluk, tehát ne csak a neveket, jó? Tehát a Spindler Béla, aki ugye a Kaposvár egyik sztárja volt, és aki országos filmszerepekben is, stb. Ő milyen tanár? Ő művészi beszédet tanított. De nem nekünk. Úgy értem, hanem hogy mint szabad nekem türelmetlen, szabad vagy persze. Kedves. Én nagyon-nagyon szerettem vele együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy tudtam is kapcsolódni az ő gondolat világára, és én nekem, amikor a balladákat vettük vele, akkor egy nagyon meghatározó munkám volt a Ráhel síralmát, elég nehéz anyagot vettem a nyakamba, és egy olyan munkát köszönhetek, amit nem is gondoltam, tehát olyan, mint egy monodrámának a felépítése, ezt vittük véghez. Tehát szakmailag azt mondhatom, hogy én nagyon sokat kaptam és tanultam. A Csenge beszél, akkor mindig azt hiszem, hogy itt megjelenik egy ilyen egyetemi, mondjuk rektor vagy dékán, és átadja neki a doktori oklevelet, olyan okosak. Ó, akkor jelentkezek a doktorira. És ugyanakkor eszembe jut az is, hogy hülyéskedni, meg gyerekeskedni, hát a Pöntőpannában ugye ott ez egy ilyen mese, de tanulságos mese dolog, ott te vagy maga Pöntőpanna, ugye? Bár nem kicsinyítenek le téged a valóságban, ugye? Nem, bár icipici a díszlet, nagyon édes, icipici székeken, kis asztallal játszunk, de nem kicsinyítenek. Éppen a Szilárdot kérdeztem felvétel előtt, hogy ugye a Pöttönpanna szóba került, és akkor mondom, hogy tényleg Szilárd, hogyha lenne egy ekkora nő, akiben belezuhannál, akkor mit kezdenél vele? És akkor, de nagyon rendesen, hogy is mondjam, passzolta a választ, úgyhogy, de akartok, fiúk, válaszolhattok rá, hogy tehát van egy ekkora nő, és teljesen megfelelne mindannak, amit elvársz egy nőtől. Én mondom, most szabad préde vagyok, hogy jöhet, hátradőltem. Most már Pöttönpanna is. 10 centi alatt is jöhetnek. Na jó. Szilárd nem mond semmit. A szerelem nem válogat. No jó. Még mindig a főiskola. Említettétek Kéri Kittit. Ő? Hát ő a szervező volt, nekem mindig úgy van a fejemben, hogy ő volt az, aki ezeket a tényleg praktikus dolgokat, amire mondjuk az Eperjes tanár úrnak nem biztos, hogy akart, hogy legyen annyi figyelme, azt ő gyakorlatilag mindent leszervezett nekünk. Tehát ő volt az ilyen anyánk, akit így hívsz, és akkor mondod neki, hogy figyelj, Kitti, kellene segíteni ebbe is lehet. Hát ő vele akkor tegeződtet. Igen. És ő abszolút első. És a Bélával? Vele nem magázottunk. De azt gondolom, hogy a Kitti nagyon sokat, vagy igazán közben járt abban, hogy hol legyen gyakorlati helyünk, vagy hogy leszerződtessék. Azt gondolom, a mai világban az jó dolog, hogy 20 ember végzett az osztályunkban, és igazából majdnem mindannyiunknak. És a Kittinek nagyon nagy keze van ebben. Itt a professzorasszonyt kérdezem, mert lehet, hogy ti okos fiúk vagytok, de még nem sikerült feltrénelnetek magatokat a Csenge szintjére. Vagyunk, mert a Csenge majd beszél. Igen, ledíleltük oda. Negyedik, akit említettetek, az Óbert Frank Pál volt, aki ugye színigazgató is volt, meg van is, azt hiszem, ugye? Igen. És Veszprémben, ugye? Veszprémben ő az igazgató, akkor innen van az, hogy te Veszprémben játszottál. Ő milyen tanárbácsi? Vele csináltunk egy nagyon klassz vizsgaelőadást, a Top Docs-t. Az egy nagyon jó munkafolyamat volt szerintem. Ő rendezte is? Ő rendezte, igen. Csúcskutyák. Ez egy kortárs dráma. Igen. Ilyen felsővezetőkről, nekik a kiégésükről, munkahelyzetről, de ilyen mozaikos szerkezetű. És nagyon-nagyon kreatív helyzetekre ad lehetőséget. Azt gondolom, hogy harmadikosok voltunk, akkor az abban... Nem másodikba csináltátok? Második év végén, de másodikba csináltátok. Ez volt az első komplex előadás jellegű előadásunk, tehát hogy ami nem jelenetekből, effektív jelenetekből állt, hanem komplex eljátszottunk valamit, ellenben snittekből állt, de mégis összefüggően. Azt gondolom, hogy én is ezt éreztem, ez egy nagyon értékes munka volt. Kicsit sajnáltuk is, hogy nem élt meg több
előadást, mert érdemes lett volna rá. Én nagyon sajnáltam, hogy nem voltam. És hol ezt, hol adtátok elő? Ott Kaposváron, a Kaposvári Csiki Gergely Színházban. Nem. Igazából ez úgy van, hogy a Csiki Gergely Színházban is volt lehetőségünk a Funtek Frigyes Dudas Matyiában megmutatkozni. Az volt az egyik zenés vizsgánk, ami utána egy nyilvános előadás is lett, vagy hát azért ez készült. Ez repertoáron ment de utána. Alapvetően a vizsga előadásainkat az egyetem falain belül játszottuk, és azt gondolom, hogy igazából velünk párhuzamosan próbálta kinőni magát az ottani fixebb színházi élet. Tehát mint ahogyan a Budapesti Egyetemnek az Udri színpada van, úgy a Kéri Kitti menedzselésével, a Németh Antal. Pont mire végeztünk, akkor lett akkor, átadva. Igen, akkor adták át, és kezdte el kinőni, hogy esetleg azok az érdemesebb vizsgaelőadások, azok nagyobb popularitást is kapjanak, mint hogy csak vizsgaelőadás. Most az az érdekes, hogy itt a csíksomlyói passió, ugye, ami hát ugye nekem ez nagyon tetszett, és én miatt, amit nagyon sokat foglalkoztunk vele, hogy itt az ördög és a Jézus között itt ül Veronika, de hát azért egy csomó más darabban is, pláne hogyha külön-külön veszlek benneteket, akkor valóban jogos, hogy egy csomó más darabban is játszotok. Ki kezdi a felsorolás, hogy miben játszotok még az új színházban? Andris. És az új színházon kívül is. Új színházon kívül? Az úgy... Meg az új színházban. Hát az új színházban a Sári Bíró, a Királylány Bajusza, Csíksomlyói Passió. Hát ez megvan. Vörös Bestia. Akkor a színházon kívül én még járok le Szombathelyi Vörös Sándor színházba játszani egy előadásba. Csiki Gergely Színházba, Kaposvárra járok még le. Vagyok ilyen színházi neveléses társulatban, nyitott körbe. Van egy Y-csoport nevű formáció, akik friss diplomás, hasonszőrűek, mint mi, és az egy függetlenebb formáció. Soltis Lajos Színházba járok vissza, Kőszegi Várszínházba, van egy ilyen szentendrei teátrumos musical. Gyerekek, azt akkor most egy külön, bocsánat, hogy így a Bata Zsuzsának köszönöm szépen, hogy segített, mert ugyanis az András volt az, akit itt nagyon nehezen nehéz, lehetett most elérni. Most sűrű a program, igen, nem panaszkodom. Igen, szóval itt nem is gondolná az ember, hogy egy ilyen elfoglalt művésszel van dolga, ugye? De pedig ez így van, és akkor így most egy kicsit még jobban megerősítjük ezt a jelentkezési lehetőséget egyébként. Tehát a hölgyek, hogy jelentkezzenek, akkor... Jók a referenciák, jó, igen. És semmi, hát az új színházból lehet levelet írni, hogy kedves András, megtetszettél nekem az előadásban, ahol az a szörnyű őszpasas... Ha abban megtetszek valakinek, akkor... Nem, itt ebben az előadásban. A riportban, ja. Ahol az a szörnyű őszpasas molesztált téged is, meg azt a másik két aranyos fiatal művész is. Hát lőd le őt, és aztán nyere egy randira. Szilárd, rólad már elmondtuk ugye, hogy Jézus Krisztus a Csíksomlyói Passióban, és miket játszol még? Ezen kívül még a Kőszívű Ember Fiaiban vagyok, mint Zicsi, valamint a Sári Bíróban átörököltem Andrisnak a Gügyes szerepét, illetve a Bizáncban Tamás Herceg. De hát azért ez elég érdekes, hogy a Gügyét is játszod, meg a Jézus Krisztust is. Meg az is érdekes egyáltalán, hogy az Andris, aki, hát nem tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy egy kicsit más alkat, és akkor így egyszerűen... Mire gondolunk? Hát, hogy te... Igen, én nem egy Jézusi alkat vagyok, azt elfogadom, igen. Na, akkor megdumáltad magaddal, akkor túlestünk rajta. Nekem nem olyan foglalt a naptára, mint Andrisnak. Sajnos. Hát akkor de majd kérek tőle tanácsot. Nem, hát nem tanácsot, hanem autogramot kérdőtől. Nem ezt akartam kihozni, bocsánat. Mindenféle műfajban tapasztalatot szerzel, megtanulod. Csenge. Azért Szilárd is volt most kamera előtt az elmúlt időben. Ja, igen, vannak kis filmek, amikben részt tudtam venni. Egyik 1919 címe, és ezt Bozsogi János rendezi. Trianonról fog szólni. Ez televíziós produkció? Igen, televíziós lesz. Bár még a forgatások javában tartanak majd januárban, mert muszáj ilyen. És valami konkrét történelmi személyiséget játszottál benne? Nem. Egy egyszerű erdélyi parasztot, aki félig meddig, hogy is hát román származású, ezt a magyar-román konfliktust élezi ki Kós Károlynak a műve alapján és nyomán. Önéletrajzi jellegű művét viszi filmvászonra. Na most jön ez a csodalány, ugye a Csenge. Amikor én megérkeztem az új színházba, akkor pont minden színésznő elment babát szülni, így
az új bemutatókat is én kaptam meg, és az ő szerepeiket is én kaptam meg. Aztán most már osztogatom visszafele, ahogy jönnek és nőnek a gyerekek, de közben én is integrálódtam az intézménybe, ami azt jelenti, hogy... Ezt jegyezzétek meg, hogy integrálódtam az intézménybe. Szóval ez amikor, tehát amikor már ilyen miniszteri szintű nyilatkozat van. Igen. Már te hozod ki belőlem az a helyzet. Én ilyen hivatalossá teszlek. Már igen, mert most már belehelyeztél ebbe a pozícióba, és most már beleragadtam a karakterbe. Ezt is, hogy beleragadtam a karakterbe. Szóval olyanokat mondna, igen, figyelek. Tehát én a Sári bíróval kezdtem, az egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert a Cilikével együtt, Cilike, igen. Az Eszter Cilike, Bejós Cilikével. Ő a Sári bíró. Né, igen, hát ő a abszolút főszereplő. Na de ő a Sári, hát azért. Igen, és én vagyok mellette, mint másik női főszereplő, ez egy nagyon, nagyon jó munkafolyamat is volt, és egy nagyon jó feladat. Azt gondolom, illik is hozzám a szerep. És akkor utána vettem át a Pöttöm Panna előadást, a Noszti fiú esetet Út Marival, Nem élhetek muzsika szó nélkül. Szerepeket is mond, mert nem. A Noszti fiúban ott egy kisebb szerepem volt, a muzsika szóban a kislány vagyok, Birike, ezt a szerepet még megtartottam, a Noszti fiút már a Bátya Évának visszaadtam. Birike egy kacér, tizenéves kislány, aki végig rossz csontkot hatja az egész előadást. Azt gondolom, hogy ez nagyon kreatív, és nagyon sok energiámat vesz igénybe, és bátran rohanok is bele, tehát nagyon, nagyon kedvelem ezt csinálni. A Pöttöm Panna előadást egyelőre még én játszom, abban Pöttöm Panna vagyok. Azt gondolom, hogy az az első év, amikor én az új színházba bekerültem, az egy nagyon erős év volt, mert amellett, hogy rengeteg beugró próbám volt, amellett minden bemutatóba is bekerültem, így lett a Ricse Beatrice, a Bizán című előadás, és még annak az évadnak a végén a Kegyelmes asszony portréját is elkezdtük, amit tavaly mutattunk be, ugyanúgy, mint a Csíksomlyói Passiót. A Madarak című előadásban vagyok, ez egy stúdió előadás, egy kortárs előadás, én ezt nagyon kedvelem, bohócokat alakítunk benne. Zseniális az a darab egyébként. És most mutattuk be a Palacsintás királyt, amiben újra azt gondolom, hogy egy olyan főszerepet kaptam, ami szintén nagyon illik hozzám, de közben megvoltak a magak. De nem te vagy a királylány. A királylány nem én vagyok, én mondjuk úgy, hogy a másik szerelmi szál vagyok. Tehát, hogyha kiemelhető a királylány mellett, akkor igen, kiemelhető a figurám. Én a Csőrögének, a Udvari Bolondnak vagyok a szerelme, és mi ketten kavarjuk meg a szálakat, és igazítjuk helyre. Rizibizinek hívják ezt a szerepet. Ugye először azt hittem, hogy rosszul olvasom, hogy Ribi-Ribi, vagy nem tudom, micsoda. Ribiri, nem Ribirinek, nem, látod, elszúrom, nem úgy értem. Nem Ribi, hanem Ribiri, Ribiri. De hát az is, tehát ha egyben mondom, akkor ugyanúgy ott van az elején, de nem. Igen. Ebből nem fogok tudni kimászni, de most már mindegy. Rizibizi. Most mondom, hogy félreolvastam, és akkor csodálkoztam, hogy Rizibizi, de azt nem tartottam olyan jónak, mert az egy kaja, az a... Ott nagyon sok... Borsos rizs, ugye? Az igen, a az udvartartásban ott mindenkinek étel neve van, a lapocka, a fasírozott név, tehát a Csőröge, tehát mindenkinek, aki az udvarnál van, ott mindenkinek ételneve van. Beszéljünk a fiúkról egy kicsit, jó? Hogy ugye a színművészeknek, bár te most itten éppen egy ilyen hirdetést adtál fel, de az ember egy párkapcsolatban él, sokkal több ember ismeri meg azt az embert, aki színészként, vagy mit tudom én, bármi másként így a közönség elé kerül. Ebből kifolyólag egy csomó olyan ember felé is eljut impulzus rólatok, akikhez végül is ilyen értelemben privát közötök nincsen. Ezt a privát helyet tudunk valami jobb szót, nem? Személyes. Privát, személyes. Hát egy picit lehet, hogy mást jelent. Tehát, hogy nincsen a magánéleti közötök hozzá egyáltalán, és mondjuk megtetszik, nevezzük mondjuk Brünnhildának az egyik nézőt, és megtetszel neki a Jézusban, és azt mondja, hogy hát ezt a Jézust ezt olyan szívesen elvinném a Kanári-szigetekre egy hétre, hogy ott imamalmoznánk, vagy mit tudom, hogy valamit csinálnánk. Igen. Tehát, hogy voltak-e ilyen helyzetek, amikor így valaki odajött, és egy kis csomaggal, vagy valamivel, és akkor azt mondta, hogy hát művész úr. Nem. Ilyen konkrétan még nem volt. De hát még játsszuk ezt a darabot, bármi lehet. De interneten, meg közösségi médiában
értek felkeresések, igen, de csak gratuláció szintjén, szóval igen, semmi extra, nincs ilyen imamalmozás. Tehát neked megvan a receptet, hogy hogy kezeld ezeket a helyzeteket. Abszolút, ugye? Persze. Én nekem volt már, hogy írtak, de találkozni sosem találkoztam olyannal, aki. Mert eleve máshogy viszonyulott az ember. Véletlen is hozhat egy olyan dolgot, tehát hogy nem biztos, hogy az mind ilyen az én világomon kívüli, aki ilyen ajánlatokat tesz, vagy aki kedves, hogy megkeresi, de hát te már foglalt vagy, úgyhogy a te esetben ez csak teljesen elvi történet. Dorit másfél éve jegyezted el, és ez nem azért van, mert gondolkodsz, hogy most megnősüljek, ne nősüljek, vagy szóval nem... Nem, mert így hozta az élet, hogy majd... Szerintem idén nyáron össze fog jönni az esküvő is. De... Ő még most nyára a főiskolára? Vagy igen, most bocsánat, fog végezni. Bocsánat, főiskolát mondok, most. De hát ez a legszebb dolog volt a főiskola. Csenge, te jössz az ajánlatokkal, udvarlással. Én is mondhatnám a páromat, mert természetesen igen, jó, mióta igen, együtt vagyunk, mindenben számíthatok rá. De akinek a legtöbbet köszönhetem, meg egyáltalán, aki nélkül nem tartanék ott, ahol tartok, az az édesanyám. Uh-huh. Aki egyben az egy legnagyobb rajongóm és a legnagyobb kritikusom is. Ő debreceni. Hajdúhatház, ez Debrecen mellett igen, van, igen. És oda a szerencsés nyertes is követett most téged, mert valami kisebb szünetre visszavonultál, hát tudom a magánéletedet betéve. Ennyire hát kirakom. Ő is követi ilyenkor, vagy ő hát fennmaradt attól testen? Függ, hogy neki milyen munkája tehát van. Tehát anyukádék ismerik őt is. Abszolút, persze. És akkor már bejátszotta magát a családnál. Ez így tehát van, most, ha most akar indulni valaki, akkor már ennyi hátránya van. Nagyon igen, sok hátránya van. Egészen sok hátránya van. Pont váltjuk egymást a munkarendünkbe, az új színházba, tehát hogyha nekem nincs előadásom, az nem jelenti azt, hogy neki sincs, vagy hogyha én végzek, akkor ugye az ő munkájuk azután vagy az előtt zajlik. De... Hogy fogadod az ilyen keresetlen udvarlást esetleg, vagy az ajánlatokat? Hogy kezeled? Van erre módszered? Én azt gondolom, hogy amíg ez kedvesség, addig ezzel nincsen probléma. Mm. Hogyha ez tolakodóvá válik, akkor ott nőként jeleznem kell. És én egyelőre hasonlóan gratulációkat és kedves szavakat kaptam levélben, vagy postai úton, vagy internetesen, de effektív nem ért ilyen ostromlás, ami kellemetlen lett volna. Úgy is olyan vagyok, aki még azt is, hogyha nem annyira hibázok, akkor is inkább magamra vállalom. Ezt pedig most csak az én hibámnak tartom, hogy ugye felirattam veletek 10 olyan fontos fogalmat, érzést, ami fontos a ti életetekben, és hát erről is akartam beszélgetni, de hát erről majd legközelebb fogunk beszélgetni. Viszont annyival tartozom, hogy kiosztom a dolgozataitokat, és akkor még a befejezés előtt, ez az Andrásé, Csenge, kicsi betűkkel írta direkt, hogy ne tudjam elolvasni. Jó, és ez a tiéd, Szilárd. Szilárd, most te mondd meg, hogy mi legyen a... Szilárd, most te mondd meg, hogy mi legyen a sorrend, a felolvasási sorrend. Hát akkor kezdjük a Csengével, Andrissal, és akkor én zárom a sort szívesen. Na jó. Tehát akkor Csenge kezdi. Bátorság, pontosság, energia, humor, lazaság, érzékenység, maximalizmus, sokszínűség és jó ritmus érzék, ezt írtam fel. András, ez tulajdonképpen olyan, mint a rólad is írták volna, nem? Magamra is. Tehát pont az. Na, nekem ezért van fölírva az önismeret első pontnak. Figyelem, közösség, tájékozottság, nyitottság, játékosság, humor, hitelesség, kreativitás és család. Szabad kérdeznem az Andrást, hogy majd. A közösség, mint tulajdonságod, az miben nyilván? A közösség szerető. Ja, én mindenhol a közösséget kerek. Ott érzem jól magam, ahol így... Szerény barátunk Szilárd következik. Alázat, koncentráció, hitelesség, természet, megbízhatóság, hűség, becsület, kreativitás, fogékonyság és önismeret.
Sok sikert kívánok nektek, és annak nagyon örülök, hogy nem csak egyfajta jó pofaságot, hanem szeretetet is érzek, amikor vagytok. Tehát szeretetet, kedvességet is sugároztok a sok humor és sok okosságon túl. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Viszontlátásra.